Ismételten sok szeretettel köszöntök mindenkit a Soma című játék végigjátszás következő fejezeténél. Hogy vagytok, kedves lányok, kedves srácok? Remélem mindenki jól van, mindenki jól érzi magát, mindenkinek sikerült elérnie mindent. Folytassuk is akkor hát a végigjátszást. Na nézzük csak. Bam, 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 bam. Így van, elértünk a Tau állomásra. Elvileg ezen az állomáson kell... Szóval elvileg ezen az állomáson kell lennie a bárkának, amit meg kéne találnunk ahhoz, hogy elvihessük Fébe, és végre kilőhessük az űrbe, hogy az emberiség egy kis szelete digitálisan több százezer évig is elérhessen, úgyhogy nem kell a WoW által létrehozott pokolban élniük. Na, amint a játék betölt, folytatjuk is a kalandunkat. Tau. Wow. Érdekes, hogy pont ezt a nevet adták ennek a mesterséges intelligenciának. Akárhányszor azt mondom, hogy wow, akkor mindig úgy hangzik, mintha valamin kellemesen meglepődnék. El pedig nem. Na. Nézzük hát. Amint a játék betölt. Szuper! Illetve megvárjuk a textúrák betöltődését is. Ami szerintem még nem történt meg 100%-osan. Ki tudja, lehet, hogy most már megtörtént. Na, akkor haladjunk is tovább. Kukucs. Oh. Biztosan hallottátok, hogy mit mondott a fedélzeti komputer. Oké, még mielőtt elmondom, mi fog történni, előbb nézzünk körbe egy picikét. És örüljünk annak, hogy az a légzsilip egyenlőre nem nyílik ki. Hát itt csak undorító dolgok vannak. Egyelőre így látok túl sok érdekeset. Nézzük csak, talán ezzel a számítógéppel tudok valamit mókolni. Aha. Jó, köszönöm. Na, úgy néz ki, itt vagyunk. És ennyiből áll az egész állomás. Csodás, hát... Úgy néz ki, hogy csak is kizárólag arra tudunk tovább menni. Mindjárt elmondom, hogy ez miért kellemetlen dolog. Emlékeztek még az előző fejezet végére, amikor olvastuk a számítógépen, hogy az egyik power source-ot használja éppen valaki, és jelenleg is működés alatt van? Hát... Szerintetek kijön be majd ezen a légzsilipen keresztül? Szerencsére a légzsilipnek kell egy viszonylag hosszú idő kinyíljon, addig mi biztonságos távolságba tudunk vonulni. Mert bizony mögüle kijön a jelenlegi Power Suite-nak a felhasználója. És a baj az, hogy ez a proxy, ami most kijött onnan, az nem csak tökéletes hallással, de látással is rendelkezik. És mint mondtam, egy power suite-ban van. Szóval határozottan erősebb is, mint a eddigi proxy-k, akikkel találkoztunk. Thank you.
Jóval fogocskáznunk kell vele egy picikét. Megpróbálok egy kicsit előnyre szert tenni. Elveszni a folyosók között. Valamint sötétséget kell tenni a szobákban. Bíz már abban, hogy nem talál meg minket. Folyamatosan mozgásban kell lennünk, ennyi a rejtélye az egésznek. Nem szabad hagyni, hogy sarokba szorítson minket a rohadék. Bízom benne, hogy erre kell tovább mennünk. Hát... nem tudom, hogy jó ötlet volt erre jönni. Jaj ne, erre jön. Bízom benne, hogy nem fog tovább jönni. Oké, meglátott minket! Picsába! Jó, szerencsére csak megsebzett minket. Ó, de buta vagyok. Pedig csak át kellett már rohannom ezen az ajtón és kész. Szerencsére erős az a rohadék, de liftet nem tud mászni. Liftet akarom mondani létrát. Oké. Ez a hatalmas dög, ami elhúzott ott előttünk. Szóval létrát szerencsére nem tud mászni a rohadék. Viszont kaptunk tőle egy szép nagy puszit, és ez nem tett túl jót Simon egészségi állapotának. Szóval bízom benne, hogy hamarosan találok egy wow belépési pontot. És akkor... nekünk lesz a legjobb. Ez a legerősebb és legagresszívabb proxy, amivel a játék során összefutunk. De szerencsére, hogyha a létre segítségével megmenekülünk onnan, akkor többet nem találkozunk vele. Na, akkor... gyógyítást kérek szépen. Jó van, szerencsére ténylegesen csak egyszer haltunk meg a játékban, szóval... annyira nem rosszak az arányaink. Na, nézzük csak, ez itt az állomásnak a személyzeti részlege. És elvileg Dr. Rossnak is itt van valahol a szobája. Itt mi? Joan Ross. Hogyha ügyesek vagyunk, akkor be fogunk tudni menni hozzá. És sajnos fogunk találkozni olyan bázistagokkal, akiket a WoW már nagyon-nagyon régóta tart itt életben. Olyannyira, hogy már szinte alig-alig hasonlítanak az eredeti emberi mi voltukra. Én rohadtul nem akarnék így élni, annyi biztos. Ez egyszerűen szörnyű. Menjünk is ki innen, szörnyű ez a hely. És akkor haladjunk szépen sorra a szobákkal. Igen, Ross... Ross ellentétben a többi proxival hiába is javította meg a testét WoW,
Szerencsére ő valahogyan képes volt megőrizni a személyiségét és a szellemi épségét is, szóval egyáltalán nem a WoW irányítja őt, hála jó Istennek. Így ő az egyetlen egy proxy, akitől nem kell tartanunk az egész játék során. Can't we do anything for him? No, we're out of sedatives. If we had a gun, this would be the time to pull it out. Did not expect it to end like this. Should have jumped the climber back to Omicron. Without the Ark? Forget about the Ark. No, you don't get to say that. It's the only thing left of value, you know that. Yeah, yeah. Promise you won't leave it behind. Well, I'll be dead one day. Then what? Well, better keep it safe until then. Don't want the WoW to take and swallow it whole. I'm sorry, Catherine. It's okay, Ian. Just let it out. Let it all out. Ő valószínűleg a bárka projekten dolgozott. Hát ez meg. Oké, Ross, értem. A WoW fel fog falni mindent, értem. Igen, ennél több bizonyíték nem is kell hozzá. Atya Isten. Atyaik. What the fuck did we do? Hey, try not to think about it. My whole life, I've been a good man. We messed up, Sarah. There, there. I should have launched. Taken the chance. There's time. If Ashken says we could try again. When things calm down. You gotta do it, you know? You got to. Szépen egymás után lassan haltak meg. Na csak. Egy kép csak Catherine-ről. Na csak, na csak. Oké. Fürdőszoba. Nincs is semmi izgi szerintem. Még lezuhanyozni sem tudunk, ne? Milyen dolog ez? Ó, ide még nem mehetünk fel. Rendben, már is. Dive room, dispatch. Ide nézzünk be először. Pillanat, nincs semmi? Ha, nincs. Hogy mi? Aj. Rossz, ne csináld ezt. Nézzük csak. Aha. Ez a vonal vezet az űrágyúhoz. Ez még micsoda. Post Impact Notes. Becsapódás utáni feljegyzések. Január 12-e. Minor structural damage, radio knocked out. Nézzük csak. Apró felszíni sérülés. Talán. Nem felszíni, várjunk csak. Strukturál. Itt meg van nyitva elvileg a webfordító, így van. Szerkezeti. És egész eddig úgy hívtam a
A szerkezeti gélt, hogy strukturális gél. Buta, 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 Szensi. Szerkezeti gél. Na most már így lesz furcsa hívni. Szóval... apró szerkezeti sérülés. A rádió nem működik. Január 17-e. Communications recovered. Omicron and the rest of Peta's two are alright. A kommunikáció ismét működik. Omicron és a Pathos 2 maradéka rendben van. Április 3-a. Cross-site radio failing. Lumar probes keep losing the link. Nézzük csak. A állomáson, az egész állomáson meghibásodott a rádió, a Lumar szondák folyamatosan elveszítik a kapcsolatot. Urgent fix needed. Tao can't retrieve the climber until the link is working. Nézzük csak, azonnali javítás szükségeltetik. A Tao nem tudja visszahívni a mászót, amíg a kapcsolat nem működik. Április 11-e. Visited by SSA Vortex, Dahl and Holland. System of bi-weekly visits established until communications Lumar back at 100%. Bi-weekly? Nocsak, nocsak. Bi-weekly. Két heti. Oké. Okay. SSA Vortex, Dahl és Holland meglátogatott. Két hetente System of Bi-weekly visits. Aha, két heti rendszerességgel látogatnak. Visits established until communications Lumar back at 100%. Igen, két heti rendszerességgel látogatnak majd, amíg a Lumar kommunikáció nem áll vissza 100%-ra. September 13-a. Evacuation of Tau ordered. We're all leaving for Omicron. Nézzük csak, a Tau evakuációját elrendelték, mind elmegyünk Omicronba. September 15-e, swarmed by monsters and no radio, we're fucked. Elárasztottak minket a szörnyek, és nem működik a rádió, rábasztunk. Ez elég keményen hangzik így. Jól van, na nézzük csak, hogy itt mi újság. Transmissions. Ha. Te király, fel lehet hívni a többi állomást. Legalább három kicsöngésig megpróbálom mindet. Kétlem, hogy valaha bárki is fel fogja venni. Hát úgy néz ki, tényleg nem. Semmi nem történik. Abszolút kurvára semmi. Na jó van. Kommunikációs feljegyzések. Kimenő Omicron Herber, bejövő Omicron Herber, kimenő Omicron Herber, bejövő Fi. Igen, ő. Kimenő Omicron Herber, kimenő Omicron Herber, kimenő Si Yoshida, kimenő Omicron Herber. Ajtó zárak. Ó, ez kóddal van lezárva. Ó, ezt még ne piszkáljuk. Fi státusz, access tunnel. Fi-től Tau-ba. Én stabil az alagút. Fi proper. Na, ez az Omega űrágyú. Nézzük csak. Helyszín rendben van, irányítás rendben van, összeszerelő rendben van,
A helyszín teljesen működőképes. Szuper, na ez legalább rendben van teljes mértékben. Omega Space Gun. Launch Station, Surface Station. Csodás. Igen, ide még vissza fogunk jönni. Egyelőre még az orvosi rész legalább direkt nem nyitottam ki. Azzal várjunk egy picikét. Azt hiszem innen érkeztünk. Talán ha innen érkeztünk, jól van. A raktárat néztük már. Rossz, fejezd be. Sok minden nem tudunk ezzel kezdeni. És azt hiszem körbe is értünk, ugye? Ó, igen. Jól van, hát akkor... de szépen fellöktem itt mindent. Dive room. Ott kukkan... Csak el ide? Csodás, bármi is volt ez. Simon kicsit berosált. Hát nem tudom mit hibáztatni. Hagyjuk. Semmi gáz, hagyjuk. Akkor leinte mégis ott nézzünk el az orvosi részlegbe. Hol is van? Erre. Igen, bár a térképen azt láttuk, hogy zárva mutatta az ajtó. De azért érdemes ezt ide bekopogni. Hallottátok ezt? Valaki visszaszólt onnan bentről. És hogy mennyire fog nekünk örülni, mikor kinyitjuk az ajtót? Nézzük csak. Ajtózárak. Nyitva. És akkor siessünk is felfelé. Kop-kop. You're different. Can I help you with anything? Találtunk végre egy normális élő ember. Are you human? Sarah Lindwall. Payload technician at your service. A rare sight. Az biztos. I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. The power plant at Upsilon. The ruins of Lambda. The abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And, I'm the only living person you've met. You mean I'm the last living human on the planet? Talán. I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed out? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi. Launch it into space.
That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. I just couldn't bring myself to let go. Tell you the truth, I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me. Good one. Mush. If I knew you'd come, I would have cleaned this place up a little bit. Nos, megtaláltuk a bárkát, srácok, ott van. I still can't believe I'm the last one. It's crazy. Lindvall egész végig őrizte. You serious about me killing you? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of a raisin. Simon, this fucking sucks. I don't want to live like this. Hát ezt meg is tudom érteni, hogy nem akar így élni. Shouldn't we be doing something to keep you alive? Why? You're the last human. I just find it disrespectful to our entire history not to fight this. Sure, we have the Ark, but you're the real deal. Thanks. That's probably the best compliment I've ever got. But the truth is that the Ark is all we have. We'll have to accept second best, you know? None of this feels right. Simon, I want to die. Sarah. Just think about it. Go ahead. Go save humanity. What's left of it. Good luck, Simon. Go ahead. Go save humanity. What's left of it. Hát... I'm glad you came by. Good to get this over with. Ez is egy borzasztó nehéz döntés a játékban, hogy tényleg engedünk el Linda kérésének és megöljük őt, vagy hogy lekapcsoljuk a létfenntartóját. Be my guest. I got no secrets worth keeping. Hát, ha nem baj, akkor előbb megnézegetem a számítógépet. Persze, nem hiszem, hogy innen is bárki visszaválaszolna. Hát, pontosan úgy, ahogy gondoltam. Ó! 27-68. Oké. Vajon rossz engedett be minket? Ki tudja? Ha! Ez a fazon úgy néz ki, mint Cyril az Archerből. Nem semmi. Recent documents. Nézzük csak. Korrupt adatokat észleltünk. Visszaállítja a fájlokat? Na ne! Na. Három dokumentumot megtaláltunk. Nézzük csak. Vészhelyzeti ellátmány. Nadine Masters-től. A thorough look at what common chemicals and compounds found that fatals too could keep you alive in emergency situations. Last access by Sarah Lindvall. Egy átfogó kutatás a gyakori vegyszerek és alapanyagok után, amiket a Pathos 2-n találhatsz, életben tarthat téged vészhelyzeti szituációkban.
Nutrition. Tápanyag. Nutrition through the veins. A manual on how to keep unconscious or comatose colleagues fed through intravenous drip. Tápanyag vénákon keresztül. Kézikönyv arról, hogyan tápláljunk eszméletlen vagy komában lévő kollégákat intravénásan. Ez is Sarah Lindwall fért hozzá utoljára. Alterations. Post-construction alterations. Építészet vagy alkotás utáni változtatások? Változtatások. Methods on how to make room for additional payload after the casing has been constructed and left delta. Módszerek arra, hogy hogyan csináljunk helyet további rakománynak, miután a hüvelyt megalkották és elhagyta deltát. Érdekes. Ó, Sara. Én rohadtul nem akarok téged lekapcsolni arról a gépről, mert olyan, ahogy Simon is mondta, annyira nagy tiszteletlenség ez a emberiséget illetően, de hát basszus, hogy tényleg ő az egyetlen élő ember, hogyha nem is az egész földön, de az egész Pathos 2 állomáson, akkor ez is ilyen állapotban van. Az igazság az, hogy az ember nem húzza így sokáig. Nézzétek, milyen sovány szegény. Picit elesik szegény, és kész vége a dalnak. Hát, nem szívesen csinálom ezt, de engedelmeskedem Linda kérésének. Persze. Persze, itt maradok, ne aggódj. Minden rendben lesz. What a crazy thing this was. Life. At least I won't have to turn 30. Hooray! Wish I could have died at home with my friends. You ever been to Greenland? It's very beautiful. You'll live at least when you get out of the city. Nanoq is busy, and yes, there's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Or rather, it was a great place before the comet ended it all. You know what? I prefer it this way. I liked Paphos. Liked my colleagues, Ian, Nick, Jasper, even Catherine. People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Simon, you still there? Persa. I'm here, Sarah. Don't let him die, okay? Send them out there. To the stars. Nyugodj békében, Sara. The black box is inactive. Probably found a way to switch it off. Fekete doboz inaktív. Érdekes. Nos, itt van a bárka. Egyelőre még nem visszük el. Még meg kell néznem egy szobát. Rossz szobáját. És majd utána elvihetjük a bárkát innen.